Üdvözlöm Önöket a heti TV híradóját látják. Itthonról. Az összefogás fontosságát hangsúlyozta a Csíksomjói Pünkösdi búcsú mondott prédikációjában a Temesvári megyéspüspök. Pál József Csaba, Szent II. János Pál pápa szavait idézve hangsúlyozta, a közösség lelkülete az a képesség, hogy a jót lássuk meg a másikban. A püspök az úzvölgyi katonatemetővel kapcsolatban kialakult konfliktusról úgy vélte, itt nem két nép áll egymással szemben, hanem egy meggondolatlan vagy rossz szándékú intézkedés korbácsolta fel az indulatokat. A köztársasági elnök szerint az úzvölgyi magyar katonatemetőben történtek kegyelet, törvényt és nemzetközi megállapodást sértettek, emellett mélységesen erkölcstelenek voltak. Áder János Csíksomjón a Pünkösdi után arra hívta fel a figyelmet, hogy a temetőben kialakított román parcella keresztjeinek egy része magyar katonák földi maradványai fölé került. Hangsúlyozta, a román hatóságok is törvénysértőnek találták a temető átalakítását, amely egy román-magyar megállapodást is sért. Előzőleg a román kormányfő azt javasolta, hogy az úzvölgyi katona temető kerüljön a Bukaresti Védelmi Minisztérium kezelésébe. Korábban a magyar kormány tiltakozott amiatt, hogy csütörtökön román szélsőségesek feldulták a sírkertet. A Fidesz döntése lesz, hogy az Európai Néppártban látja a leghatékonyabbnak politikája képviseletét, vagy más keretek között, mondta Hídvégi Balázs, a kormánypárt frissen megválasztott európai parlamenti képviselője. A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott, az Európai Néppárt se hús, se hal, bal felé mozduló politikája gyengülést hozott, ezért a pártcsalád irányultságát jobb oldalra kellene vinni. Hidvégi Balázs arról számolt be, hogy a néppártban őszinte elismerés övezi a Fidesz-KDNP választási eredményét, sokan pedig reményüket fejezték ki, hogy a magyar kormánypártok maradnak az európai néppártban. A politikus ezzel összefüggésben megerősítette, a néppárti tagság nem önmagáért való céljuk, valódi szándékuk ugyanis, hogy a magyaroktól kapott felhatalmazást tettekre váltsák. Úgy fogalmazott, a magyarok arra szavaztak óriási többséggel, hogy álljunk ki a bevándorlás ellen, a nemzetek Európája koncepciót képviseljük, ragaszkodjunk a magyar nemzeti szuverenitáshoz, és szembe menjünk azzal a rossz brüsszeli politikával, amely az elmúlt években meggyengítette Európát. Kiemelte, ezt a feladatot olyan körben kívánják elvégezni, amelyben a legtöbb esélyük nyílik a megvalósításra. Amennyiben ez az Európai Néppárton belül végezhető el a legjobban, akkor ott, ha máshol, akkor pedig ott, tette hozzá. Azonosították a szombat délután száz halombattánál megtalált testet, Az eddig eltűntként keresett dél-koreai nő a május 29-ei Dunai hajóbaleset áldozata. A Duna teljes déli szakaszán tovább tart a kutatás. Még 7 dél-koreai utast és a sétahajó magyar kapitányát keresik. A Hableán sétahajó május 29-én süllyedt el Budapesten a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Singin szállodahajóval. A fedélzeten 35-en utaztak, 33 dél-koreai állampolgár és a két tagú magyar személyzet. 7 utast sikerült kimenteni. A magyar hatóságok több mint egy hete folyamatosan keresik az áldozatokat. Az elsüllyedt sétahajó kiemelésének előkészítése is megkezdődött. Jövőre minden eddiginél több pénz jut a biztonságra, jelentette ki a honvédelmi államtitkár. Német Szilárd kiemelte, a büdzsé fókuszában a családvédelmi és a gazdaságvédelmi akcióterv áll. Hangsúlyozta, a gazdaság és családok további növekedésének alapja a biztonság, ezért a 616 milliárd forintos forrásból folytatódik a honvédelmi és haderőfejlesztési program, emellett a honvédelmi ágazatban is lesz béremelés 2020-ban. Négy ország, négy kontinens, több mint 1200, egyszerre több mint 1200 magyar honvéd szolgál ezekben a missziókban. Ezek olyan missziók, ahol a, a migránsok kibocsájtása és a terrorizmus kibocsájtása jellemző, azokban az országokban is a legelismertebb a magyar honvéd. Mindent megteszünk azért, hogy, hogy, ez, hogy ez így legyen, de nekünk a legfontosabb a hazánk biztonsága. A nagyvárosokban élő szegények, rászorulók megsegítésére szólított fel Ferenc pápa a pünkösdi virrasztáson mondott beszédében. A katolikus egyház fővezette Vigilián hagyományosan a római egyház szolgáló papok és az olasz főváros plébániáinak hívei vettek részt, összesen mintegy 50 ezeren. Vasárnap délelőtt Ferenc pápa a Szent Péter téren mutatja be a pünkösdi nagymisét. Bírálatokat váltott ki Németországban Mikael Kretschmer, Szászország tartományi miniszterelnöke, aki Vladimir Putyinnal tartott találkozója után annak a véleményének adott hangot, hogy meg kellene szüntetni az Oroszország elleni szankciókat, és meghívta az orosz elnököt Szászországba. A kormányzó kereszténydemokrata unió politikusa, aki Szászországban éppen választási kampányban vesz részt, a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum keretében tárgyalt Putinnal. Kresmen és Pugyin találkozóján részt vett Péter Altamájer szövetségi gazdasági miniszter és a szociáldemokrata párti Mecklenburg előpomenária tartományi miniszterelnöke is. A tengerjáróhajók behajtása ellen tüntettek Velencében. A természetvédőkből, velencei lakosokból és turistákból álló 6000 fős tömeg amiatt is tiltakozott, hogy egy hete egy csaknem 300 méter hosszú tengerjáró neki egy kisebb turistahajónak. A balesetben négy külföldi turista megsérült. Megállapodott a migráció megfékezéséről az Egyesült Államok és Mexikó, ezért a kilátásba helyezett vámok bevezetését Washington felfüggeszti, jelentette be Amerika, az amerikai elnök. A Washingtonban tárgyaló mexikói külügyminiszter megerősítette Donald Trump bejelentését. A megállapodás értelmében Mexikó vállalja, hogy beveti a nemzeti gárdát, különös tekintettel az ország déli határára, és a mexikói kormány lépéseket tesz, hogy felszámolja az embercsempész hálózatokat. A jemeni húszilázadok többszörös dróntámadást hajtottak végre a szaudarábiai Jaizán városának repülőtere ellen. A támadás célpontjai olyan hangárok és bunkerek voltak, amelyekben pilóta nélküli repülőgépeket tároltak. Az Almasira nem szolgált további részletekkel. Riyad egyelőre nem erősítette meg a támadások tényét. A húszi felkelők az elmúlt hónapban jelentősen fokozták rakéta- és dróncsapásaikat Arábia ellen, több alkalommal is támadták a szaudi-jemeni határ közelében található Dzsaizen és Nagyrán repülőterét is. Szaudarábia vezeti a katonai koalíciót, amely a kormányerőket támogatja a húszi lázadók ellen a jemeni polgárháborúban. Izraelnek jogában áll elcsatolni Cisjordánia egy részét, jelentette ki David Friedman, Jeruzsálemi amerikai nagykövet. Bizonyos körülmények között úgy gondolom, hogy Izrael megtarthatja Cisjordánia egy részét, de nem az egész területet, mondta a nagykövet a The New York Timesnak. Friedman megjegyzése várhatóan még jobban elidegeníti a palesztinokat attól a béketervtől, amelyet az Egyesült Államok dolgoz ki, és amelyet mindez idáig nem hoztak nyilvánosságra. A palesztinok ragaszkodnak ahhoz, hogy hajdani államokat az Izrael által 1967-ben az úgynevezett hatnapos háború során elfoglalt területeken, Cisjordániában és a gázai övezetben hozzák létre. Az utolsó dolog, amire a világnak szüksége van, az egy Izrael és Jordánia között meghúzódó bukott palesztin állam, fogalmazott Friedman. A palesztinok meggyőződése, hogy a készülőterv egyértelműen Izraelnek fog kedvezni, és nem tekintik méltányos közvetítő partnernek az Egyesült Államokat, miután Donald Trump amerikai elnök kormánya a nemzetközi konszenzussal szembe menve elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosának és áthelyezte nagy követségét a keresztények, a zsidók és a muszlimok számára is szent városba. Június 26-ig még pótolhatóak a hiányzó ügyféladatok a pénzintézeteknél biztosítóknál, amint egy kétmillió millió eddig még azonosítatlan bankszámla tulajdonosának több mint két hete van erre, hívta fel a figyelmet a pénzügyminisztérium. Az azonosítást mielőbb érdemes elvégezni, mert ennek hiányában június 27-től a bankok takarékszövetkezetek, illetve az egyéb intézmények nem teljesíthetik az érintett lakossági vagy vállalati ügyfeleik megbízásai. A PM emlékeztetett, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának hatékony megakadályozása érdekében a magyarországi pénzügyi szolgáltatóknak legkésőbb idén június 26-ig teljes körű átvilágítással kell rendelkezniük valamennyi ügyfelükről. A pénzintézeteknek két évük volt az adategyeztetésre. A határidő közelettével a bankoknak is célszerű erősíteni tájékoztatási tevékenységüket annak érdekében, hogy az eddig el nem ért ügyfeleik is pótolhassák hiányzó adataikat hangsúlyozta a tárca. Egy kulturális hír. Június végéig látogatható a test diadala, Michelangelo és a 16. századi itáliai rajzművészet című tárlat a Szép Művészeti Múzeumban, ahol Michelangelo, valamint Leonardo, Raffaello és más kortársaik 80 művével találkozhat a közönség. A nagyszabású tárlat más munkák mellett azt a rajzot is bemutatja, amelyet nem régiben fedeztek fel egy külföldi magángyűjteményben, és a 12-13 éves Michelangelo legkorábbi ismert műveként azonosították. A kiállításra Michelangelo csak nem 30, a világ legrangosabb gyűjteményeiből, többek között a londoni British Museumból, a firenzei Uffiziből, Rotti-ból, a Párizsi Louvre-ból, a Bécsi Albertinából és a Harlemi Tylers Múzeumból kölcsönzött alaktanulmánya érkezett a múzeumba. A reneszánsz művészeket elsősorban az emberi test ábrázolása érdekelte, Michelangelo művészetének középpontjában a férfiakt állt. A szikztuszi kápolna boltozatán megfestett erőtől duzzadó, dinamikus pózokban megragadott alakjai generációk számára jelentettek inspirációs forrást. Ezért a tárlat fókuszában Michelangelo 29 alaktanulmánya áll. Az első ötleteit megőrző, gyorsan papírra vetett skicektől a művek kivitelezését közvetlenül megelőző, aprólékosabban kidolgozott, befejezett rajzokig. Kül várható időjárásról Ma délelőtt kevés fátyol felhőszűrheti a napsütést, helyenként gomoly felhők képződhetnek, de csapadék nem lesz. Délután folytatódik a napos, száraz idő. A szél nap közben élénk délkeleti lesz. Hajnalban 14-19 fok várható, a hőmérséklet csúcsértéke 27-32 fok között alakul. Énkről bővebben a bőve tv.com illetve a brajerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. További szép végét kívánok. Viszontlátásra!